Én Kis Győrhöz többféleképpen kötődöm. Kis Győrhöz tartozik egy nagyon pici település, Mocsolyás telepnek hívják, és mi közigazgatásilag tartozunk Kis Győrhöz, tehát szellemileg, lelkileg egy közösséget alkotunk. Közöttünk 2,5-3 kilométernyi távolság van, de hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy mindenki rokonja valamilyen úton, módon egymásnak. Tehát természetes, hogy rengeteg olyan élményem is, gyönyörűségem van a szülő falumról, és hát az erő, amit tőlük kaptam, az a mai napig éltet, és hogyha nagyon elfáradok, akkor mindig hazamegyek. Gyakorlatilag 20 éves koromig otthon éltem, és aztán miután a főiskolára kerültem, szakadtam el jobban a szülőhelyemtől. Jobb mondva, én azt gondolom, hogy az ember soha nem szakad el arról a helyről, vagy attól a helytől, ahol nevelkedett. Nagyon sok barátom, rokonom él mai napig is otthon. Én egy nagyon törékeny, kicsi gyermek voltam. Amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor voltam 162 cent és 54 kiló, ezt pontosan tudom, mert mindig mértem magam, hogy hát kinövöm magam. Így jelentkeztem a főiskolára is, és hát úgy néztem ki, mint egy 12-13 éves fiatal ember, de hihetetlen eltökéltséggel érkeztem. Úgyhogy a következő próza, amit megosztanék önökkel, majdhogy nem olyan, mint hogyha rólam írták volna. Ez abból az időből való történet, amikor a pályaválasztás nehézségeivel küzdöttem. Akkor tanultam meg, milyen kicsinségeken fordul meg az ember sorsa. Az enyém azon fordult meg, hogy a jó Isten kicsinyre szabta a fülemet. Ezért nem akceptált a kínosnak semmiféle rendes mesterségben, mert nem esett jó fogás a fülemen. Schuster, Kovács, Szabó, Kalapos mind azon az állásponton volt, mikor föltekintett. Nem jó matéria, hanem lehet nevelni. Ez volt a véleménye a bútoriparnak is, meg az élelmezési iparnak is. Azt hiszem, városunk ipari szakmái között azóta sem volt ilyen szép egyetértés. Mikor aztán mindenből kifogytunk, édesanyám megfogta a kezemet. Nem tehetünk más, gyermekem, mondta szomorúan. Gergulics úrnál próbálok veled szerencsét. Gergulics úr könyvkereskedő volt, akkora boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal tele volt mindenféle históriás könyvekkel. Ez volt a könyvosztály. A másik asztalon szép rendben sorakoztak a mézes bábok, tükrös szívek, kivont kardú mézes kalács huszárok, mandulás pogácsák. Ez volt a mézes kalács üzem. Ez itt a kellemes, ez itt a hasznos, járt kelt Gergulics úr a két asztal között. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény szüleim nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttán, és alázatosan megkérdezte Gergulics urat, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e valamelyik tudományra. Gergulics úr levette pápa szemét, hogy jobban lásson, megforgatott előre, hátra, hátbőtögetett, megköhögtetett, és a végén akkor átszorított a karomon, hogy belejajdultam. Ez döntött el a sorsom. Gergulics úr elégedetten dörzsölte össze a kezét. Nagyon gyönge kis legénke, semmire se jó a világon. Az Isten is könyvkereskedőnök teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Köszönöm szépen. Most pedig megkérem Kékedi László polgármester urat, mutassa be nekünk, illetve mondja el nekünk, hogy mit érdemes tudnunk Kis Győrről? Először is, mit ápol Kis Győr? Vagy mit ápol ez az egyesület? Egy kincset. Egy hatalmas nagy kincset. Ilyenkor lehet, hogy azt mondják, hogy nagy szavakat mondok, hogy kincset ápol. De olyan kincset ápol, olyan tudást népzenében, néptáncban, mesemondásban, kézművességben, amelyiket egyetlen egy határon se tudnak tőlünk elvenni. Bárhová megyünk, ezt át tudjuk vinni. Ez az egyik legfontosabb dolog. Lehet aranyunk, ezüstünk, mondhatnak Brüsszelből bármit, de talán úgy gondolom, ezt a kincset még az észak-koreai határon is át lehet vinni. És akkor most egy picit Kis Győrről.
Pizsgyőr a Bükkdéli lábánál egy 1700 fős település. 24 éve működik Kisgyőrben családi kézműves tábor. Kezdetben, amikor ezt elkezdtük, akkor voltunk ilyen 17-16-an. Mostani létszámunk jelen pillanatban már 80, mivel hogy a gyerekek is köztünk vannak, és a nagyobb fiú gyerekeket akár a fafaragásra, akár más dolgokra be lehet fogni, bőrözésre. Kibővült ez a paletta, nem csak a faragással foglalkozunk, hanem az asszonyok is mindig elkészítenek valami nagyobb alkotást, ami a faluban marad. Így készült el a református templomunkban közel 70 méter futó, úrasztala terítő, házasságkötő terembe terítő, és hát a fafaragók pedig minden évben itt hagynak egy olyan alkotást, vagy esetleg még többet is, ami a falu arculatát teljesen megváltoztatta. Az idén adtunk át egy nagyon szép csűrt, nem tudom, hogy most jelen pillanatban az országban mennyi múzeumot adnak át, nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült megvalósítani. Két része van ennek a alkotóteremnek, tulajdonképpen azért is fontos, mert az egyik részen van az a hagyomány, amit örököltünk az őseinktől, a régi tárgyak, és van a másik oldalán az élő népművészeti, a mostani alkotók. Tehát lehet viszonyítani, hogy mennyit fejlődött úgymond a maga a népművészet. A másik pedig azért nagyon fontos, azért örülök nagyon neki, mert ebben a teremben a gyerekeknek tulajdonképpen a szemléletét tudjuk változtatni. Ha ide visszük egy történelemórára, ha ide visszük egy rajzórára, ezt a motívumot rajzol le, ami a Bükk-alján hagyomány volt, ne olyan dolgokat csináljanak, ami soha nem volt a miénk, hanem a mi kultúránkat próbáljuk ebben gyarapítani. Felkérem Grúz Attilát, a Bükk-aljai Mesterek Népművészeti Egyesületének elnökét, mutassa be az egyesületet, a tárlatot, és egyben megkérem, nyissa meg a kiállítást. Először is örvend a lelkem, hogy ennyi sugárzó, gyönyörű, szimpatikus arcot látok most, amikor lehet, hogy valami nagyon fontos sorozat megy éppen a tévében, vagy sorozatok, azért ez nem szép, és önök itt töltik a megszentelt idejüket, mert hiszem, hogy ez megszentelt idő. Jó, hogy így együtt vagyunk, és jó, hogy ilyen helyen vagyunk, ahol őrzik a magot, őrzik a kovászt. Hálás szívvel megköszönöm én is, bár polgármester úr már ezt megtette, de nagyon-nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy vannak intézmények, vannak lelkes emberek, vannak közösségek, akik fontosnak tartják azokat az értékeket, amiket mi is fontosnak tartunk. A mag népe által több tízezer éve összegyűjtött értéknek az ápolása, őrzése és továbbadása, ez ma rendkívül fontos. Magyarnak lenni sokféleképpen megfogalmazták már, mit jelent. Nekem, ami legjobban tetszik, vagy az én szívemhez legjobban közel áll, az a gondolat, amely úgy fogalmaz, hogy magyarnak lenni nem faji kérdés. Jellem, lélekminőség, sorsközösség, vállalás. Hiszen ha végignézünk a történelmünket, akkor ez egyértelműen bizonyítja. Azt is mondják, most ugye sok okunk van, talán világhelyzet és egyéb dolgok miatt panaszkodni, hogy drasztikusan, drámaian pusztul a magyar. Egyesek azt mondják, nem biztos, hogy csak pusztul, lehet, hogy tisztul. Tehát mindig két oldala van egy éremnek, annak ellenére, hogy tudjuk, milyen súlyos veszteségeket szenvedtünk és szenvedünk napjainkban is, mégis én rendkívül optimista vagyok, nem csak akkor, amikor egy ilyen helyen vagyok önök között, hanem akkor is, amikor széttekintek a Kárpát-hazában, és látom, hogy mennyi szép dolog születik újjá. Milyen sok ember van, aki fontosnak tartja azt, hogy őrizze azt a tudást, amivel a mi népünk, a mag népe rendelkezik, ez a szakrális tudás, mely talán leginkább a népmeséinkben, dalainkban, táncainkban és tárgyalkotásainkban van elrejtve, és hát maga az igaz történelmünk meg regényinkben és mondáinkban. Úgyhogy jó, hogyha ezekre odafigyelünk, és megpróbáljuk megérteni. Nem biztos, hogy a ma nemzedékének könnyű. A ma nemzedékének, amely a Csipszkóla térelő Szentháromságban nevelkedett, tulajdonképpen már generációk, tehát
rendkívül sok az a hatás, ami negatívan ér bennünket. Mégis úgy gondolom, hogy vannak kapaszkodóink, vannak nekünk gyökereink, és igenis ezzel élni kell. És hogyha megtaláltuk a gyökereinket, akkor már szárnyalhatunk is. És én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás is ezt bizonyítja. Tessenek belegondolni, hogy ennek a kiállításnak néhány alkotója a panel rengetegben éli le mindennapjait, és ott születnek meg a csodák. Az a fajta kis bemutatkozás, ami a ma este folyamán itt történik, azért fontos számomra különösen, mert azt a szerves műveltséget mutatja be, ami igazán életben tarthat egy népet. Mert a mi eleink igenis szerves műveltséggel rendelkeznek, egy kicsit polihisztolok voltak mindnyájan. Értettek mindenhez, ami az ő életbe való eligazodásukhoz fontos volt. Az egyszerű parasztember. Onnan kezdve, hogy elkészítette a szerszámét, a ruháit, felépítette a házát kalákába, ugye? És el tudott boldogulni. Ismerte a csillagok járását, tudta, mit kell tenni, ha ellik a tehén. Az ő világa az kerek és egész volt. Teremtsük meg ezt újra, ezt a világot magunknak, minden feltétel adott, higgyük el. Csak nem mindegy, hogy mire fókuszáljuk a tekintetünket. A jóra vagy a rosszra? Hát fókuszáljuk a jóra. Ma ez az alkalom, ez kitűnő erre. Egy gondolattal szeretném én is befejezni a mondandómat, és ajánlani önöknek szívből a kiállítást és a mai estét. Ez pedig a 20. század egyik talán utolsó polihisztorának, Kós Károlynak a gondolata. Ezt én nagyon sokszor idézem, mert egy kicsit ez a mi arszpeitikánk, a mi tevékenységünknek a lényege, és a mi munkánknak az értelmét ez a gondolat is elgadja. Amit mi csinálunk itt és most, az nem felekezet és nem egyház, de a vallás maga. Amit mi építünk, az nem világnézet, nem pártpolitika, nem üzlet, de hit és kétségbeesett reménység. Amit mi élünk, az nem mulatság, nem sport, nem mártírium. Amiben mi hiszünk, az nem a rombolás, nem a tagadás, nem a halál, de a feltámadás. Köszönöm szépen! Yeah.
Szeretetlen társad,
hideg ágyakon túl.